Nyugdíjba vonult Burján Zsigmond a Fehérvár Média Centrum Penna Régia díjas operatőre, a Csak még egyszer előre, a Szétszakítva című történelmi játékfilm rendezője, a Fehéredő múlt trilógiájának alkotója. Burján Zsigmond pénteken este polgármesteri elismerő emlékérmet vehetett át Cserpakovics András polgármestertől. Nagyon sok érzés kavarok bennem, egyszerűen nem tudok szavakat találni. Ez az elismerés, amit polgármester úrtól kaptam, ez valami csodálatos. Én nekem nagyon-nagyon melegíti a szívemet, lelkemet. A munkásságomra meg visszatérve, annyit tudok mondani, úgy tudom megfogalmazni, hogy a város adta a lehetőséget, a város adta a múltját, és én ezt meg kihasználtam. Cserpakovics András Székesfehérvár polgármestere megtisztelőnek nevezte, hogy kitüntethette Burján Zsigmondot, nem csak a médiacentrum, de a városért is tett magas szintű kulturális szolgálatai elismeréseként. Ő valóban egy értékőrző, értékmentő, de értékteremtő ember, és itt a médiacentrumon belüli munkájával is ezt a város szolgálta, és azon kulturális munkásságával is, missziójával is, ami aztán filmekben csúcsosodott ki, amelyek alapvetően mindig a lokálpatriotizmusról, Székesfehérvár szeretetéről szóltak. Hagymási András, a Fehérvár Média Centrum ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy Burján Zsigmond nyugdíjba vonulásával nem csak egy kollégát, de egy barátot is elveszít a Média Centrum. Amikor valaki nyugdíjba készül és a napi munkától elköszön, az mindig fájó pillanat, de ugyanakkor felemelő is, hiszen élvezhettük a társaságát több évtizeden keresztül. Ezt a több évtizedet köszöntük meg neki a mai napon. Burján Zsigmond egyelőre nem tervezi véglegesen abbahagyni alkotói tevékenységét. Jövőbeni tervei között szerepel még egy játékfilm elkészítése, amely Álmos Imre festőművész életéről szólna, aki Németországban egy koncentrációs táborban halt meg, és egy dokumentumfilm megvalósítása a fehérvári kékfestőkről.